A gyermekbántalmazás és elhanyagolás, annak ellenére, hogy a médiában nagyon sokszor felkapott téma, még mindig egy eltitkolt és egy elhanyagolt területnek számít. Köszöntöm Önöket az Életvitel mai adásában. Ezzel a témával foglalkozunk, hiszen nagyon sok mindenkit sokkol az a hír, hogyha gyermekbántalmazásról vagy gyermekerőszakról hallanak. Nem is tudják nagyon sokan, hogy hazánkban körülbelül 30 gyereket veszítünk el bántalmazás, erőszak vagy elhanyagolás miatt. Ezeket meg is lehetne előzni. A felnőttek hogyan figyeljenek fel a gyermek bántalmazásra, és miben segíthetnek? Ez lesz tehát mai témánk. Szakértőimmel beszélgetek erről Lévai Ágnessel, pszichológussal, szakpszichológussal, Borsodi Bus MSZ-vel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség helyettes sajtószóvivőjével, és Papné Lipei Anikóval, aki családgondozó és az Oltalom Szeretett Szolgálat Családok Átmeneti Otthonának a munkatársa. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Itthon nagyon-nagyon kevés a hozzáférhető adat arra vonatkozóan, hogy mennyi gyermekbántalmazás történik. Ugye azok az esetek, amiről hallunk és amiről beszélnek, az mindig a jéghegy csúcsa, óriási a látencia még mindig, mert ami az ügyészségig, a bíróságokig vagy a szociális hálóig eljut, az már olyan súlyos sérelem, a gyermekkel szemben elkövetett sérelem, hogy valamilyen szintéren kitudódik. Mi lehet az oka annak, hogy még mindig nagyon sok a titok a gyermekbántalmazások körül? Kinek mi a véleménye erről, vagy kinek mi a tapasztalata tulajdonképpen? Elsőként ezt kell figyelembe venni, hogy ha a gyermekbántalmazásról van szó, akkor a gyermek a sértett, a bántalmazott, és ők nagyon kevés esetben jelentkeznek azzal a problémával, merik felvállalni, hiszen ha családon belüli erőszakról vagy bántalmazásról van szó, akkor egy olyan szeretett kapcsolatban érinti ez őt, ami mondjuk akár a szülőhöz kapcsolódó lojalitás megakadályozza abban, hogy beszéljen erről az iskolában, óvodában, vagy bármilyen külső környezetben. Látszólag ellentmondó viszont az a tény, vagy az a statisztika, hogy a bírósági vagy az ügyészségi statisztikákban emelkedik a családon belüli erőszak, ezen belül is a gyermekbántalmazások száma. Mi okozhatja ezt a fajta emelkedést, hogyha csak a számokat nézzük pusztán? 2013. július 1-től az új büntető törvénykönyv beiktatására került a kapcsolati erőszak. Ez már olyan kisebb súlyú bűncselekmények esetén is lehetőséget biztosít a hatóságoknak a fellépésre, amelyek eddig magánindítványhoz kötöttek voltak. Éppen ezért ezen bűncselekmény számának emelkedésével a családon belüli erőszakos cselekmények száma is eljut a nyomozóhatóságokhoz, és így hozzánk az ügyészségre, illetve a bíróságra is, illetve kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén a gyámhatóság is jogosult feljelentést tenni, és egyre nagyobb számban fordulnak ők is a nyomozóhatósághoz, teszik meg a feljelentést. Nagyon-nagyon tág a fogalom, és szerintem most ebben a fél órában mi nem is fogjuk tudni leszűkíteni, hogy mi tartozik a gyermekbántalmazások közé, vagy a gyermekek bántalmazásai közé, mi mindent lehet besorolni. Én azt mondom, hogy mi a gyakori, amivel találkoznak a szakemberek a különböző szakterületeken. Ágnes. Én leginkább az érzelmi bántalmazással találkozom, illetve attól függ, hogy milyen területen dolgozik az ember pszichológusként, mert hogy a fizikai, szexuális bántalmazáson túl beszélünk ugye érzelmi bántalmazásról és elhanyagolásról is. Az érzelmi bántalmazás olyan szintéren jelenik meg, amit kevéssé lát a külső környezet. Ez a nem odafigyelést, ez a mellőzöttséget jelenti, azt jelenti, hogy folyamatosan bűnbakként van kezelve otthon a gyerek, nincs eléggé elismerve azt, hogy úgy büntetik, ahogyan azt nem lenne szabad, nem szólnak hozzá, megvonják a szeretetüket. De azt is fontos tudni, hogy minden egyéb más bántalmazással társul az érzelmi bántalmazás, tehát akár fizikai, akár szexuális bántalmazásról van szó, az érzelmi bántalmazás mindig jelen van, és hát azt tudjuk, hogy még a hám sérülések és a csont az könnyebben gyógyul, de a lelki sérülések hagynak maradandóbb nyomot. Melyek a rizikófaktorok, hogyha ezt föl lehet egyáltalán térképezni? Épp emiatt nehéz, mert hogy ilyen nagy skálán mozog a bántalmazások
fajtája, formái? Kiskorú veszélyeztetési bűncselekménybe nagyon-nagyon sokféle magatartás belefér. A jogszabály úgy fogalmazza ezt meg, hogy ez egy veszélyeztető magatartással már megvalósul ez a bűncselekmény. Ez lehet testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi veszélyeztetés is. Mindig a konkrét eset dönti el, hogy ez a veszélyeztetés eléri már a bűncselekmény szintjét, avagy sem. Testi veszélyeztetésnél a bántalmazásokon túlmenően beletartozik, amikor a gyereket elhanyagolják, tetves, alultáplált a gyermek, koszosan járatja iskolába vagy óvodába a gyermeket, vagy például egy másik típusú veszélyeztetés, amit a pszichológusnő is említett, ez az érzelmi elhanyagolás, ez is belefér a kiskorú veszélyeztetésébe. Az elhanyagolás ugyanúgy, az érzelmi elhanyagolás, mint a lelki terrorban való tartás, ok nélkül szidalmazzák, becsületüket sértik, megalázzák a kiskorúakat, ez belefér. Erkölcsi veszélyeztetése pedig szintén egy teljesen más kategória, amikor lopni, szabálysértés elkövetésére vagy bűncselekmény elkövetésére rábírja, magával viszi a kiskorú gyermeket. Ez erkölcsileg hat a fejlődésére. Kiváltóként ugye itt szóba került a házastársi bűncselekmény, vagy hogy a házastársak közötti konfliktusból adódó veszélyeztetés, amit végig kell kénytelen nézni a gyermek, és ezáltal történik az ő károsító nevelő hatása. De hogy kicsit előbbre menjünk, tehát hogy olyan kiváltó tényező is lehet, ami már mondjuk a várandóság alatt megszületik mondjuk az édesanyában, hogy a születést követően az elképzelt ideális képnek nem megfelelő gyerek születik, nem elég kék a szeme, nem elég szép, nem elég okos, nem elég képes olyan dolgokra, amilyen képességekkel vagy elvárásokkal ők felruházzák, túlságosan hasonlít valakire vagy nem, éppen azért, mert nekik valamilyen konfliktusuk, megoldatlan konfliktusuk van valakivel, ez mind projektálódik, ez a negatív érzés, és a gyerek viselkedésekkor ez manifestálódhat, előtérbe kerülhet, és kiváltódhatnak olyan feszültségi ingerek, olyan frusztráció, ami sajnos bántalmazáshoz vezet. Tehát kiváltók lehet az is, hogy a gyerek nem tud úgy teljesíteni az iskolában, ahogyan a szülők elvárják, holott meg kellene nézni, hogy a képességei, az adottságai megfelelőek ehhez, és nem pedig egy-egy pofonnal jutalmazni azt, hogy hozott éppen egy közepes érdemi egyet. Gyakran egyébként azért nem tud megfelelően teljesíteni, mert nem olyan a szülői háttér, nem olyan a családi biztonság, a nyugalom. Hogyha van egy állandóan veszekedő szülőpár, vagy van egy alkoholizmus felmerül a családban, akkor ez kihat egyrészt az értelmi képességekre, érzelemre, és a veszélyeztetés ugyanúgy fennáll ezekben az esetekben. Fogalmazni, mert ugye vagy az anya, vagy az apa, vagy valamelyik családtag bántalmazza, sérelmezi a gyereket, akár ezzel a bizonyos életformában. Igen, nem is feltétlenül bántalmazni kell. Elég, hogyha a gyerek azt látja, hogy a szülők állandóan konfrontálódnak, állandóan veszekednek, ajtócsapkodás van, nem tud nyugodtan aludni, pihenni, nem biztosítják neki a tanuláshoz megfelelő nyugalmat. Ez értelmi veszélyeztetés. És hát nagyon sok családban fölvállalja valamelyik fél a problémát. Ugye alá lehet támasztani, hogy azok, akik már a szakemberek segítségét kérik, vagy ugye azok az anyák, akik elmenekülnek ezelől az élethelyzet elől otthonról, az anyaóvókban, vagy az átmeneti otthonokban, helyezkednek el átmenetileg, benne is van a nevében, magukkal viszik azokat a negatív tapasztalatokat, amelyen hogyan lehet segíteni, mit látnak? Hát nagyon nehéz ezeknek a családoknak a helyzete. Egyrészt hosszú folyamat, amire elkerülnek hozzánk, mert a szülők nagyon nehezen tudják fölvállalni azokat a lépéseket, amelyeket meg kell nekik tenni. Egy tartós krízis állapotban vannak, akik mi hozzánk elkerülnek, elsősorban az alacsonyabb társadalmi rétegekből kerülnek, kisebb a szociális segítőrendszer, aki nekik támogatást tud nyújtani, nem is nagyon tudják, milyen lehetőségeik vannak. És ezért nagyon sokrétű a mi feladatunk, illetve a velünk kapcsolatban álló szociális ellátórendszer feladata.
mert az egzisztenciális krízist ezek a családok mind megélik, emellett van nekik egy tartós pszichés krízisük, egy szociális izoláció, és ezeken mindegyiken dolgozni kell. Ami a legnehezebb, megtartani azt a megalapozni azt a bizalmat a szülő, az ilyen bántalmazott szülő és családtagjai között irányunkban, hogy ne menjenek vissza a bántalmazó félhez. Igen, mert legtöbbször visszamennek. Erről majd még beszélünk, hogy ennek is mi állhat a hátterében. A családok átmeneti otthonában mindig teltházzal üzemelnek. Majdnem mindig. A nyári szünetek azok az időszakok, amikor egy kicsi lazulás látszik, de egyébként majdnem mindig teltházzal működünk, és nagyon hosszú a várakozó lista is. Az is érdekes, hogy hogyan kerülnek be a családok ezekbe az otthonokba, vagy hogyan kerülnek el önökhöz ezek a családok, mert én azt mondtam, hogy vannak, akik nyíltan felvállalják a problémát, és lépnek azért, hogy jobb sorsuk és életük lehessen, de vannak más szituációk is, ahogyan önökhöz kerülnek. Igen, sokszor előfordul, hogy önként jelentkeznek, és személyesen jelentkeznek a bántalmazást elszenvedett szülők, mert hozzánk csak a szülő kérheti a felvételüket, de legtöbbször a gyermekjóléti szolgálat a védőnő jelzése alapján kerülnek be hozzánk a családok, illetve volt már arra is példa, hogy jegyzői segítséggel menekítették a családot, és ez hosszas előkészítési folyamatot igényelt, és ilyenkor gyakorlatilag csak az alapvető irataikkal tudnak hozzánk érkezni. Mennyi időt tölthetnek el önöknél, és milyen kilátásaik vannak arra vonatkozóan, hogy egy jobb családi állapotot tudnak teremteni maguknak, hiszen nagyon nehéz, mert van, aki házát, lakását, mindenét ott hagyva menekül el, és hát vannak olyanok, akik visszatérhetnek, csak hát meg kell változtatni az életükön egyet s mást. A családok átmeneti otthonában 12 hónapra kérheti a szülő az elhelyezését, de ez még 6 hónappal meghosszabbítható a szülő kérelme alapján, illetve hogyha ez a 6 hónap belenyúlik az iskolai időszakba, akkor iskolai időszak végéig maradhatnak nálunk a szülők. Most már anyák és apák együtt is tartózkodhatnak nálunk, mert az a közfelfogás, hogy az apa a bántalmazó, de egyébként előfordul családon belüli erőszakról lévén szó, hogy a másik fél, illetve testvér vagy egyéb hozzátartozó is bántalmazhat. Nagyon érdekes az a kérdés, és beszéljünk arról a területről egy picit, hogy hogyan derülhet ki az erőszak, vagy a kapcsolati erőszak megléte. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ugye nagy-nagy titkolózás övezi azt, ami az zárt ajtók mögött történik. Nagyon sokszor a külső emberek úgy vélik, hogy a család magánügyébe nem lehet beavatkozni, vagy nem érdemes beavatkozni, mert hogy azt nekik kell rendezniük. És hát van egyféle gát, egyféle korlát a segítő szervezeteknek, vagy akár az iskoláknak, intézményeknek is, hogy meddig nyúlhatnak bele, vagy érhetik el a családnak az ügyeit. Mi a jellemző? Nagyon sokrétű ez a kérdés is. Ágnes, Emese, mi az, amit látnak? Ezzel a kapcsolati erőszak törvénybe iktatásával, mint említettem az elején, már nem kell az, hogy magánindítványt tegyen a bántalmazott személy. Tehát súlyosabb esetekben, amikor már testi sértésről van szó, személyi szabadság megsértéséről, hivatalból is megindulhat az eljárás, vagy éppen a szomszéd jelzése alapján, hogy amit tapasztal, elmondja, és a büntető eljárás megindul. Akár akarja a bántalmazott, akár nem tulajdonképpen. Mikor van az, hogy egy intézményben, vagy egy bizonyos külső helyen veszik észre, hogy baj van ezzel a gyerekkel, akár az iskolában, akár máshol, és hívják azokat a segítőket, akik felfedik, hogy mi áll a mögött a bántalmazás mögött valójában. Gondolom, hogy ilyen helyzet előtt is voltak már. Ritkán mesélik teljes részleteiben a gyerekek ezeket a történeteket, egyrészt mert, amit már említettem, lojálisak a szüleikkel kapcsolatban, másfelől pedig tapad hozzá egy szégyen, és egy nagyon mély titokkal övezve kell a mindennapjaikat élni. Azért érdemes arra odafigyelni, hogyha valamilyen apró változás történik a gyerek viselkedésében, megnyilvánulásaiban, ruházkodásában, öltözködésében, étkezési szokásaiban, akkor az valamilyen figyelemfelhívó jelleggel bír. Életkorilag más, hogy milyen tüneteket, vagy milyen jelzéseket adnak a gyerekek. Óvodáskorban, mivel a kisgyerekeknek az elsődleges kommunikáció
kommunikációs nyelvük a játék. Van úgy, hogy spontán elkezdik kijátszani, tehát van ilyen történet, megtörtént eset, amikor elkezdte kijátszani, lejátszani, eljátszani, mindegyik kifejezés szinte idevaló. Azt, ahogyan őt mondjuk szexuálisan molesztálták, mert hogy szavakba önteni nem tudja a gyerek, nagyon sok esetben nincs is tisztában azzal, hogy mi történik vele, hiszen azt a fajta intimitást éli meg mondjuk egy közeli hozzátartozóval is, és most szándékosan nem mondok rokoni szerepeket, mert hogy bármilyen szereplővel megtörténhet, hogy olyan kísérő mondatokkal, hogy én így szeretlek téged a legjobban, és mindent meg akarok neked adni, és ugye milyen jó ez neked, ahogyan én szeretlek téged, és hogy ugye te is megteszed azt, amit én megteszek, érted? És ilyen mondatokkal egy ilyen érzelmi játszmába van behívva a gyerek, de közben nem tudatosul benne. De szexuális zaklatásról és bántalmazásról beszélünk mindenképpen, hiszen nem tud határozottan nemet mondani, nem tudja azt mondani, hogy ő ezt nem akarja. Fizikailag, érzelmileg alkalmatlan, éretlen még erre, és a társadalmi erkölcsi normákba ütközik szigorúan ez a cselekmény. Hogyha fény derül egy ilyen esetre, bántalmazással, legyen az bármelyik formája, fizikai, érzelmi, erkölcsi bántalmazás, akkor még nagyon nehéz bebizonyítani a tényét annak, hogy bántalmazás érte a gyereket. Milyen eszköztára van a jognak erre? Gyerekeknél ez egy kicsit könnyebb, mint a felnőttek közötti bántalmazásnak, hiszen ott általában egy sértett, pont egy bántalmazott személy és egy bántalmazó, és gyakran át kell azokat hágnunk, azokat a korlátokat, ami benne van a sértetben, hogy zárt ajtók mögött történtek, tehát úgysem tudom bizonyítani, úgysem fognak nekem hinni, tehát el sem megyek feljelentést tenni. Vagy pedig félnek az egyedülmaradástól, a társ elvesztésétől, illetve a külső hatásoktól is, hogy mit szól hozzá a szomszéd, mit fognak szólni hozzá a rokonaim, és ezek miatt nem teszi meg a feljelentést. Gyerekek esetében ez egy kicsit egyszerűbb, mert a gyerekek sokkal több mindenkivel vannak kapcsolatban. Általában az iskola, az osztályfőnök tud ilyen esetekről, illetve látja a változást a gyerekeken, mind a ruházkodásban, mind a hangulat, vagy pedig osztályfőnöknek is gyakran megnyílnak a gyerekek. Minden esetben a gyermekeket meghallgattatjuk igazságügyi pszichológus szakértővel, akik azért játékos formában mindenféle proaktív tesztekkel ki tudják a gyerekekből csalni a velük történteket, és ez nekünk nagyon jó segítség. Másrészt, ha gyerekeket bántalmaznak, akkor a szülők is jobban megnyílnak, a rokonok, a szomszédok. Míg egy felnőtt bántalmazásánál egy szomszéd nem szívesen nyilatkozik, ő nem hallott semmit, nem vett észre semmit. Azért, ha gyerek van a történetben, és egy kiskorú veszélyeztetése a bűncselekmény tárgya, akkor a szomszédokat is együttérzőbbek, sokkal könnyebben megnyílnak, és elmondják azt, hogy hallottam veszekedést, láttam már, hogy elcsattant egy-két pofon, láttam, hogy az udvaron megrángatta, vagy az utcán úgy hozta haza, hogy a fülét fogta. Tehát kiskorúak esetében könnyebb a bizonyítás. A harmad része pedig ott van, hogy a kiskorút is meg lehet hallgattatni nyomozási bíróval, ami a büntető törvénykönyvben egy lehetőség arra, hogy a kiskorúakat minél inkább megkíméljük a további büntető eljárástól. Hiszen egyszer meghallgatja a bíró, és onnantól kezdve sem rendőrségre nem lehet őt citálni, sem a tárgyalásra. Már nem kell újra átélni a traumát, nem kell újra elmesélni a vele történteket. Tehát egyszer beszél róla, és azt használjuk fel bizonyítékként. A kötődési kapcsolatokban elkövetett traumatizáció a legsúlyosabb. Tehát a gyerekek számára mindig az a legnehezebben gyógyulósabb, hogyha egy közeli hozzátartozó, egy szülő által van ilyen sérelme. És azt, hogy hogyan derül fény erre, ugye azért az nagyon sokrétű, hogy mesél, vagy nem mesél, vagy a szomszédok hallják, vagy nem hallják, azért nagyon magasan kvalifikált és iskolázott családokban is előfordul érzelmi bántalmazás, vagy akár fizikai bántalmazás is, de hogy ez nagyon függ attól, hogy milyen családi mintát hoznak otthonról a felnőttek. Tehát, hogy ez két irányú történet, hogy mi lesz a következménye a bántalmazott kiskorúaknak a későbbi életében, és hogy akik bántalmazzák otthon a gyereket,
ők vajon miért teszik, hogy egy ilyen tanult mintát sajátítanak el, és érzik úgy, hogy ő is azáltal lett ember, meg így vált férfivá, meg anyává, meg mégis ember lett belőle, hogy néha kapott egy-két emberest, egy-egy pofont. Azért én ilyenkor mindig merem remélni, hogy voltak olyan pozitív minták is, hogy attól vált igazi emberré, és igazi és sikeres felnőtt, és nem azért, mert megütötték. Tehát lehet, hogy ez a fajta tudása van neki az, ami felhatalmazza arra, hogy akkor ő is így nevelje a gyermekét. És hát van az a fajta destruktív jogosultság, ami a kiskorúak bántalmazására is igaz. Hogyha gyerekként elszenved ilyen sérelmeket, akkor a későbbi generációban tudattalanul jogosultnak érzi magát arra, hogy ő is bántson akár ártatlanokat, mert hogy a lélek úgy működik, hogy egy tudattalan, ösztönös és részben tudatosan, és mindig próbáljuk az egyensúlyt fenntartani, akár pozitív adáskapás egyensúlyáról van szó, akár negatívról, és ez a jogosultság átöröklődik szinte transzgenerációsan, hogyha engem bántottak, akkor én is jogosultnak érzem magam, hogy másokat bántsak, és ezek a késztetések sokkal erőteljesebbek, mondjuk, mint a társadalmi erkölcsi törvények és normák, ezért van az, hogy ők ritkán éreznek akár kellő bűntudatot ilyen esetekben. A személyiséget, az ember személyiségét megvizsgáljuk, ez ebből a szemszögből nagyon fontos, de hogyha egy kicsit kitekintünk tágabban, és mondjuk társadalomkutatási szempontból, vagy kulturális szempontból megnézzük, akkor azért a gyerekek helyzete, a történelem folyamán nagyon sokat változott, míg régen a nevelésnek egy sajátos eszköze volt, és elfogadott volt például a testi fenyítés is, vagy az érzelmi zsarolás, vagy egyéb nevelési eszközök, most idézőjelben használom ezt a szót, addig mára ez már megváltozott, tehát gyökereiben megváltozott, azért ezt írjuk alá. Nem lehet a nevelés eszközeként használni a fizikai bántalmat, tehát semmiféleképpen, sem az érzelmi zsarolást, és a többi ilyen érzelmi dolgokat. 2005 óta a törvény semmilyen formáját nem engedélyezi a fizikai fenyítésnek, tehát ott zéró tolerancia van, és inkább a pozitív megerősítés, a pozitív fegyelmezés kell, hogy eszköze legyen a nevelésnek, mert például, ha egy gyerek tudattalanul vagy, csak azért, mert ugrabugrál, kiborít egy pohár vizet, és összetörik a pohár, és vizes lesz az asztalterítő, az édesanyja sarokba állítja, vagy ne agyisten meg is veri, azzal még a gyerek csak azt tanulja meg, hogy ő hibázott, elkövetett egy hibát, amiért neki bűnhődni kell. De azt nem tanulja meg, hogy ez egy természetes dolog, szabad hibáznunk, és a hibáinkat jóvá tudjuk tenni, mert hogy abból tudunk tanulni. És ezeket az érzéseket, hogy bűnös legyen, szégyen érzete legyen, és egy ilyen tehetetlenség érzetet, hogy nem tud mit reagálni az agresszióra, mert ő, mint tehetetlen kiszolgáltatott lény, csak elszenvedni tudja. Tehát a jó kimondja azt, hogy erőszakmentes legyen a gyerekkor, és hát erre családon belül, de családon kívül is figyelni kell. Ugye az is igaz, hogy az új gyermekvédelmi törvény, vagy a gyermekvédelmi törvény módosításának az értelmében, hogyha egy felnőtt valahol a környezetében gyermekbántalmazásról tud, lát vagy hall, akkor megilleti őt az anonimitás, hogyha bejelenti az illetékes szervekhez, hatóságokhoz, vagy a gyermekvédelemhez eljuttatja az információt. Volt-e erre példa, működik ez, vagy ez inspirálja-e a felnőtt embert, a tudatos állampolgárt arra, hogy tényleg figyeljen a környezetére. Igen, nem a mi intézményünk felé, de mivel mi aktív napi kapcsolatban állunk gyermekjóléttel, gyámhivatalokkal, ezért tudjuk, hogy élnek ezzel a lehetőséggel az emberek, és élniük is kell, hiszen nem csak az tartozik a gyermek veszélyeztetőinek a körébe, aki maga elköveti ezt a veszélyeztetést, hanem aki tudomást szerez róla, és nem szól a megfelelő szerveknek, gyermekjóléti szolgálatoknak, akik majd tudnak után követni ezeket a családokat, utána tudnak menni, és ki tudják deríteni, hogy tényleg alapos-e ez a gyanú, hogy itt gyermekbántalmazás történik. Fontos arra is gondolni, hogyha merünk segíteni, és ugye a jog és a szabályok védenek minket, védenek bennünket, akkor ha megfelelő segítséget kap a család, milyen kilátásai lehetnek. Én arra gondolok, hogy nem mindig az a cél, hogy egy-egy családból a gyereket ki kell emelni, vagy el kell venni a szülőtől, vagy a szülőktől, hanem az a cél, hogy az élethelyzetükön valahogyan javítani kell.
Milyen példákat látnak? Ugyancsak ezt tudom kérdezni, hiszen nagyon sok családdal volt már kapcsolatuk, nagyon sok szituációt láttak. Lehet-e jóvá tenni ezeket a hibákat? Én azt gondolom, hogy lehet, tehát valamit föl lehet dolgoztatni ebből, igen. Abban nem vagyok biztos, hogy mindenféle bántalmazási formát meg kell bocsájtani a gyereknek, a szülő felé, de azt, hogy feldolgoztatni vele azt, elismertetni az ő sérelmét, kimondatni azt, hogy ki volt a hibás, akár látni azt, hogy törvényileg ezért büntetés jár, mert hogy az erkölcsi nevelés az ez is hozzátartozik, hogy a gyerek észlelje azt, hogyha valaki ellene bármit elkövetett, akkor az büntetést kap érte, és ez rá is így lesz majd vonatkoztatva nagykorában. De azt gondolom, hogy a szülő-gyerek kapcsolatot a végsőkig érdemes rendezni, és fenntartani, hiszen a további generációk életében ez nagyon fontos szerepet játszik majd. Lehet-e pozitív példákat? Igen, volt, ha nem is nagyon sok, de volt erre példánk. Volt egy 6 gyerekes családunk, aki alapvetően lakhatási problémákkal kérte a felvételét intézményünkbe, és menet közben derült ki, hogy itt az édesapa súlyosan bántalmazta a gyerekeket. Nagyon komoly viselkedésbeli, beilleszkedési problémáik voltak a gyerekeknek. Az édesanyja is folyamatosan mentegetőzött, a szóhasználatán látszott, hogy valami nincs rendben vele, és nagyon hosszú, nagyon lassú, hosszú munkafolyamatok, és egy team munkának a munkája kellett ehhez. Szükség volt pszichológusra, segíteni kellett a rendőrségnek, szociális területen dolgozó egyéb szakembereknek, és mindehez az kellett, hogy elfogadjuk a családot, ne a hibáikra világítsunk rá, hanem az erősségeiket próbáljuk felderíteni, és ezekbe az erősségekbe őket összekovácsolni és megtartani, hogy érezzék a saját hatékonyságukat és azt, hogy ők képesek változni és változtatni. Ahol a családon belül ilyen probléma van, ez az általános kép, vagy látjuk ennek az ellenkezőjét is esetleg? Én azért a súlyosabb esetekkel találkozok a büntetőeljárásokban. Itt a büntetés mellett a súlyosabb esetekben mindig indítványozzuk a szülői felügyelet megszüntetését. Ilyenkor már nem állítható helyre ez a szülő-gyerek kapcsolat. Az a legjobb a gyereknek, ha egy időre nem találkozik a szülővel, és nevelőszülőkhöz kerül, és ott próbálják az új szülei felépíteni, rehabilitálni. Igen, de ez nagyon jó gondolat volt, hogy egy időre, tehát, hogy ameddig csak nagyon szükséges, addig kiszakítani a származási családból, és ezt újraintegrálni. Én azért főleg azt tapasztalom, hogy ezek a családok már ismertek a gyámhatóság előtt, családgondozók járnak rendszeresen hozzájuk, és ők azért határozatokban nagyon súlyos feltételeket szabnak azért, hogy a gyerek ott maradhasson a családban, amit a szülőnek teljesíteni kell. Ezek teljesen reális, teljesen olyan elvárások, amit egy átlag szülő magától is megtenne. De mégis vannak olyan szülők, akiknek le kell írni, hogy tessék minden nap főzni, a gyereknek enni adni, iskolába járatni. Tehát ami nekünk természetes, az olyan családoknál, akiknél családgondozó részvétele szükséges a család életébe, nem az. Egyrészt ezeket a szociális és érzelmi hátrányokat be tudják-e hozni ezek a gyerekek, illetve hát a komolyabban bántalmazott gyerekek pedig a pszichés ártalmakat le tudják-e küzdeni? Még egy záró gondolat szerintem hiányzik. Minden trauma feldolgozható. A szakma így tartja. Van egy ilyen kifejezés, hogy poszttraumás növekedés. Ez arról szól, hogy bármilyen traumatikus eseményt él át mondjuk a gyermekkorában, bántalmazás formájában, később akár felnőttként is tudja ennek látni a pozitív hozadékát. Ez így elég furcsán hangozhat, de valóban így van. Tehát olyan újabb életcélokat, újabb saját erőforrásokra bukkanhat rá, amiről korábban nem is gondolta,
hogy létezik. Tehát nagyon egyszerűen úgy lehet megfogalmazni, hogyha azt gondolta eddig magáról, hogy ő egy semmire kellő, alacsony önértékelési, neki semmi nem marad, mindig alávetett volt és kiszolgáltatott. Elképzelhető, hogy a traumatikus élmény feldolgozása után rádöbben arra, hogy hát ha én ezt képes voltam kibírni, és így fölnőttem, és rendes ember lettem, akkor mennyi erő van én bennem, és hogy milyen életcélokat tudok még támasztani saját magam elé. Az életnek a szeretete lehet egy újabb cél, az élet megbecsülése, az egészségnek a megbecsülése, a bántalmazások során az interpersonális kapcsolatok fontossága, megtanulni az intimitásnak a határait, hogy mikor intim, és mikor mennyire intim, és mennyire szabad intimnek lenni valakivel egy kapcsolatban. Tehát vannak olyan növekedési lehetőségek, amelyik a személyiséget előre viszik. Ezek általában nagyon, nagyon privátul maradnak, általában csak az egyén éli meg, és a környezet keveset profitál ebből, de az a lényeg, hogy van kiút, lehetséges kiút. Hát köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és beszélgethetünk erről. Én úgy gondolom, hogy néhány morzsát tudtunk megint elejteni a nézők előtt, amit ők felcsipegetnek, és talán észreveszik azt, hogyha tényleg a környezetükben vészkiáltásokat hallanak, és mernek is cselekedni. Köszönöm szépen még egyszer a nézőknek a figyelmet. Köszönöm, egy hónap múlva találkozunk. Viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.